Sziasztok! Gondolom már nagyon vártátok, hogy mikor jelentkezek újra Star Wars-os készlettel, és legfőképpen ezzel a újdonsággal, ha mondhatjuk, hiszen ez márciusban jelent meg, és ez nem más, mint a 75-379-es tételszámú építhető R2D2 figura vagy szobor, attól függ, minek tekintjük. Egy eléggé jól körüljárt témáról van szó, mivel ez a harmadik ilyen szisztemalkatrészekbe épült R2D2 már, szóval tényleg elég sokszor volt megvásárolható, úgy, mint például a UCS X-Wing is, abból is már 3 versziót adtak ki. No de, amit érdemes erről tudni, hogy 1050 darab alkatrészből áll, és az eddigiektől eltérő módon kettő figurát kapunk hozzá. Maga a készlet azért egy kicsivel magasabb alapárral indul, de abszolút nem egy elérhetetlen dolog. Na és nézzük meg a dobozt. A mostani 25. évfordulós dizájnt kapja meg, ugye ez a kicsit krómozott, kékes színű keret látható rajta. Maga a kis grafikánk nagyon penget, nagyon jól mutat, ugye a Tatooine-on láthatjuk R2-t, ahogy éppen így siklik a homokon. Megmutatják a kis R2 figurát is, amit kapunk hozzá, illetve a különlegességet, Darth Malakot. Ha megfordítjuk a dobozt, akkor pedig meg tudjuk nézni, hogy mivel tudjuk kiegészíteni a nagy karakterünket, a nagy figuránkat. A doboz tetején pedig egy-egyes méretarányban nem túl meglepő módon R2D2 minifigurát kapjuk meg. Dobozt félre lehet rakni. Az összerakási útmutatóban annyira sok érdekesség nincs. A4-es füzet, 174 oldalas, és az elején pedig nincsen semmi R2D2-ról, ami azért egy kicsit meglepő, szóval látjátok itt a bizonyíték, csak a kis promo oldal van. Mivel nem egy ilyen UCS, meg nem 18 pluszos készlet, jól emlékszem. Igen, látjátok, ez 10 pluszos csak, de azért mégis egy ünnepi dologról van szó, és mégiscsak van hozzá ilyen kis plakettecske, szóval egy oldal talán elfért volna egy-két érdekességgel, de végül is annyira sok mindenből nem maradunk ki, mivel már többször feldolgozták ezt a témát, ezt a karaktert, de értitek, lehet egy kis hiányosság benne. És itt van a felépített 1050 darabos modell, Malak, a kis display, illetve a kiegészítő. Mert belevágok ebbe a készletbe, szerintem érdemes kitekinteni az előző két R2 verzióra is. Szóval az első ilyen nagy építhető, az a 10-225-ös tételszámú UCS R2D2, ez 2012-ben jelent meg, 2127 darabból állt. Ugye ez már egy jó régen nyugdíjba vonult készlet, és egy figurát adtak hozzá. Utána a következő verzió a 75-308-as tételszámú 2021-es készlet, amiről volt bemutató itt a csatornán. Ez 2314 darabból áll, szóval többből, mint a korábbi verzió, de ugyanúgy csak egy figurát kapunk hozzá, illetve ilyen ünnepi kockát, vagy valamilyen izét, az a Lucasfilm 50, hogyha jól emlékszem. És a 10-225-ös és a 75-308-as az nagyjából egy méret be tartozik, ugye alkatrész számban is közel azonos, és méretben is kb. Ugyanakkora. És akkor jön a 75-379-es friss verzió, ami egy bő R2D2 fejjel alacsonyabb a többinél, ugye fele annyi alkatrészből is áll, szóval szemmel láthatóan kisebb a korábbiaktól, és egészen máshogy kapja meg a funkciókat. Szerintem nem baj, hogy kisebb lett, leginkább azért, mert így könnyebb ilyeneket gyűjteni, tehát hogy is mondjam, a előző R2 verzió az most ilyen 90 ezer forint körül van, ahhoz képest ez kb. Fele annyiba kerül, főleg, hogyha mondjuk nem kell Darth Malak és eladjuk, akkor még olcsóbbak kijön. És így, aki tényleg ezeket az építhető karaktereket szeretne gyűjteni, vagy R2D2 fanatikus, akkor neki sokkal könnyebben beszerezhető, sokkal könnyebben kiállítható az élettérben, és nem kell neki egy baromi nagy polc, vagy bármi. Szóval így érthető. És akkor nézzük is meg magát a készletet. Kezdjük a kis állványunkkal.
Ugye erre fel tudjuk tenni R2-t és ezt a nagy modified tile alkatrészt, ami printelve érkezik. Elolvashatjuk, hogy R2-nak a gyártója az Industrial Automation volt, Model R2 Series Astromech Droid, és hogy a fő funkciója az a navigáció és a javítás, illetve hogy a magassága 1 méter 9 centi. Felsorolja a kis eszközeit, és még a legfontosabb dolgot kiemelik, hogy a fő szenzor színe piros. A tábla ennyi, nagyon jól printelve van, és ezt legalább nem kellett fölmatricázni, ez egy óriási nagy előrelépés. Ennek ellenére azért vannak matricázandó dolgok a készleten, itt előláthatjátok a kis droid testen, leginkább ezekre a nagy szlópokra kerülnek föl matricák. Hátul is van kettő szürke elemen, meg itt a fejrészen. Összességében szerintem ez egy megszokható kompromisszum, nem volt annyira vicces ez a matricázás. Az viszont egy kicsit jobban zavar, hogy a Lego alkatrész az egy kicsit sárgás a fehér árnyalat a matricához képest, szóval a matricát túl fehérre csinálták meg, szokás szerint ugye szokott színbeli eltérés lenni, főleg a fehérnél ott egyszerűen képtelenek kb. Két egyforma fehért készíteni, vagy hogyha sikerül, akkor viszont tök máshogy öregednek, és máshogy színeződnek el. Szóval, ja, itt a matrica egy kicsit így elütt az alkatrészektől, tehát hát ez hozzá kell szokni. Plusz itt ennél a felső matricánál, ahol a kis kinyitható karjai, mert egy nem kinyitható, mert nem tudott kinyitni, de ahol amúgy a kinyitható karjai lennének, ugye ott matricával helyeztük fel ezeket a karokat, és itt fontos, hogy minél inkább a slope széléhez toljuk ki, hogy minél kisebb hézag legyen, minél kevésbé törje meg a kinézetet. No, és akkor a kis funkcióink. Ugye van a feje, ezt teljesen körbe tudjuk forgatni, nagyon jól működik. Maga a fej design is tök jól sikerült. Ugye itt is látszik egy kis küzdelem, hogy minél lekerekítettebb legyen, annak ellenére, hogy ugye plétekből áll, ami nem round plate, nem rendes sima plate, szóval van sarka, meg minden, de szerintem egész szép munkát tudtak végezni. Ugye a végén csaltak, hogy a tetejét egy 6x6-os dissel zárják le, ami viszont printelt. Ezt mondjuk kíváncsi vagyok, hogy milyen más modellekhez lehet mondjuk felhasználni mokok terén. A fejrész elején ugye látható a kis idézőjelesen szeme, fekete bolt stáblal, illetve a primary szenzorja, ami ugye a leírás szerint red, de itt, hogyha megnézitek a színt, ez abszolút nem red, hanem dark pink, és így most ez mi? A minifiguráknál és az ártó minifiguráknál is mindig ott szenvedünk, mert régen voltak olyan verziók, aminél az volt a különbség, hogy másmilyen volt ez a kis pötyi, ez a pici pötyike, és az alapján van megkülönböztetve, és ilyen nagyon egymáshoz hasonló színekből csinálták, és nagyon könnyű összekeverni, szóval, ja, ez nagyon érdekes. Hogyha hülyeséget mondok, akkor javítsatok ki, de szerintem ez egy eléggé, hát nem tudom, önellenmondás a tervezőktől. De a minifigurán is ilyen pink színű, dark pink színű érzékelő van, szóval, hát nem tudom. Aki nálam okosabb, az még meg fogja tudni mondani, de nekem ez gyanús, hogy ez így butaság, amit leírtak. Egy szó mint száz, a fej azért egész korrektül sikerült, és ide fel tudunk helyezni egy periszkópot is, ugye nem tudja így kitolni magából, de se baj, nagyon szépen egyszerűen fel tudjuk helyezni ide a sarkába, valamelyik sarkába, de nyilván itt egy célszerű, mert alapból innen jött ki, és így el lehet vele játszani, hogy éppen kémlel vagy felméri a terepet. Amúgy nagyon egyszerű kis szerkezet ez a periszkóp, tényleg csak pár alkatrészből áll, és nagyon könnyű levenni is. Jöhet a kis boiler test, aminél nincsenek ilyen kinyitható ajtók vagy rekeszek, hanem hogyha fel akarjuk tenni a kis utility armjait, akkor le kell szedni ezt az 1x8-as tájt mindkét oldalon. Utána pedig fel tudjuk helyezni a kis kiegészítőinket.
ugye a computer interface-t, meg a, nem tudom, irányítókart, vagy valamit. Ezek is egész korrektán néznek ki. Szerintem abszolút nem zavaró, hogy nem ilyen kinyitható, mert így nem kell ilyen csúnyán kinéző szerkezetet valahogy elrejteni, hogy így hátulról ki tudjuk nyomni, meg ilyenek, és tényleg, aki így akarja kiállítani, az így állítja ki, aki meg a kis manipulátorai nélkül, az meg anélkül egyszerű döntés. A test többi részén megkapjuk a szokásosnak mondható részleteket, ugye itt a kis szellőző nyílásokat, alul a töltőcsatlakozót, jól emlékszem, az pont az az alkatrész. Oldalt is a kis hűtőventilátorokat, meg egyéb csatlakozó felületeket. Hátulja szép letisztult, egyszerű fehér. A kis droid test alja, az nyitott, és így le tudjuk szedni a harmadik lábat, ami hát a nagy verzióhoz képest nem visszahúzható, hiszen nincsen hely így a szerkezetben, hogy ezt rá tudjuk végezni, de ezt is nagyon egyszerűen egyetlen egy exlő tartja a helyén, és ha kitépjük, akkor visszaáll a kis szokásos verziójába ártú, így is tök jól működik, tök stabil, jól néz ki, de nekem valamiért sokkal jobban tetszik a harmadik lábacskájával, szóval vissza is helyezem, de tényleg ennyi az egész. Visszanyomjuk, és ott is van. És akkor jön a két oldali láb, ezek is tök szépen sikerültek, vannak rajta kisebb-nagyobb részletek, ugye itt alul láthatóak az aksiai, amikből ki is lógnak kábelek, reddish brown minifigura ostor formájába, és rá is csatlakozik a lábfejre. A lábfej ugye tud mozogni, illetve maga az egész láb is mozgatható, így tudjuk dönteni az egész testét, és ugye amikor a harmadik láb kint van, akkor előre dől az egész test, és így tud tök gyorsan száguldozni. És nagyon alakban ezt tudja a modell. Szerintem tök jól sikerült, én meg vagyok vele elégedve, büszkén fogom kitenni ide a polcomra. Most pedig jöhetnek a minifigurák, az Artu minifigura kis egyszerű, mondjuk a háta printelt, ez tök jó, hogy így az újabb verziót kapjuk, viszont már ez is nagyon sok készletbe szerepel, így nincsen túl nagy különlegesség benne. Már-már szinte kicsit unalmasnak mondható szegény kis figuránk. És akkor most jön a lényeges figura, ami miatt szerintem nagyon sokan megvásárolják ezt a készletet, ő pedig nem más, mint Darth Malak. Hozzá is jár egy ilyen 25. évfordulós printelt tájl, illetve egy pici állványocska, így ki lehet tenni a Fives minifigurán mellé. Maga a Darth Malak minifigura nagyon szép kialakítást kapott, tele van újdonságokkal alkatrész tekintetében. A torzón és a lábon új printelést láthatunk, fején is, és ami teljesen új alkatrész, az pedig a nyakán lévő ilyen állkapocs protézis. A fejnek a printelésére érdemes amúgy még kitérni, mert szerintem borzasztóan jól néz ki. A homlokán lévő csíkok nagyon jól sikerültek, illetve ez a hiányzó állkapocs rész is egészen korrektül néz ki. Szóval ez egy olyan minifigura, ami tényleg nagyon különleges, soha nem fogunk máskor vele találkozni semmilyen készletben, és érdemes lecsapni rá, amíg lehet. De felmerült a kérdés, hogy kicsoda Darth Malak. De úgy gondoltam, hogy nézzük meg a hátterét, a történetét, és zárjuk ezzel az adást, hogy egy kicsit kulturálódunk Darth Malak szempontjából. Tehát ő egy Sith Dark Lord volt a Jedi Civil War időszakában, és mielőtt Sith Lord-á vált, Alec nevet viselte, és Jediként képezték ki, szóval Jedi mesterré is vált. Nagyon jó barátságban volt Revannal, és ellenszegültek a Jedi tanácsnak, és segítettek a köztársasági erőknek felderítők küldetésekben a peremvidéken, a Mandalori háborúban. Ugye a nevet szeretnénk kötni ehhez az időszakhoz, ez az Old Republic időszaka, amiből egy játék is készült, ami MMORPG kategóriában működik. Hogyha nektek sem mond semmit, akkor felfedem, hogy Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, szóval masszívan több játékos, online szerepjátékos játék. És 2008. október 21-én jelent meg, ennek megfelelően jó a grafikája idézőjelesen.
de mindenféleképpen fontos részleteket ad így a Star Wars világához. Tehát visszatérve a mandalóri háborúkhoz, az ellenszegülés után Alec megváltoztatta a nevét Malakra, és így próbálta magát szem előtt éleszteni a Jedi tanácstól. A háború előrehaladtával tábornokká vált, és végül Malak Revannal együtt legyőzte a mandalóriakat. A háború utolsó csatájában a Malachor 5 vagy Malachor V bolygónál. Itt viszont rátalált a két főszereplőnk az ősi Sith birodalomra, amiről amúgy nem tudtak semmit, senki semmit. Itt a két Jedi engedett a sötét oldal csábításának, és a Sith uralkodó tanítványaivá váltak. Viszont itt már kezd egy kicsit bonyolódni a történet, mert ahogy értelmeztem, itt az uralkodó kitörölte a memóriájukból magának a birodalomnak így a helyét, meg a létezését, és emiatt Malak és Revan, vagyis már Darth Malak és Darth Revan egy saját Sith birodalmat építettek, miután megtalálták a Starforge nevezetű ősi fegyvert, ami borzasztóan erős volt, és ezzel akarták utána elpusztítani a Jedi rendet, illetve a köztársaságot. Miután megtalálták ezt az ősi fegyvert, Revan kinevezte magát Dark Lordnak, szóval mesternek, és Malakból lett a Sith apprentice, vagy Sith tanítvány. Ez viszont, hadd ne mondjam, Malaknak nem annyira tetszett, és a Jedi Civil War alatt összecsaptak, itt viszont Revan levágta Malaknak az alsó állkapcsát egy fénykard ütközetben, és azután kellett ugye ezt a fém protézist hordania. Ez is jól mutatja, hogy a két egykori barátnak a viszonya nagyon-nagyon megromlott, és sajnos itt nem ért véget a történet, mivel a Jediknek sikerült elfogniuk Revant, és ekkor Malak ellene fordult, megsemmisítette korábbi mestere hajóját, és abban reménykedett, hogy meg is ölte a mesterét így a légicsapással. Viszont nagyobbat nem is tévedhetett, mivel egy évvel később rátalált újra Revanra, akinek a Jedi tanács kitörölte a memóriájából, vagy az emlékezetéből azt az időszakot, amikor ő Sith Lord volt. Tehát itt már nagyon-nagyon-nagyon durván megcsavarodik az egész történet. És Malak pedig ennek az amnéziás Revannak felfedte a valódi kilétet, a valódi múltját. Ennek ellenére Revan továbbra is Malak ellen harcolt, és ez lett Malaknak a sorsa, mivel Revan a köztársasági flotta támadásával megsemmisítette a szuperfegyvert, azaz a Starforge-ot, és egy eléggé komoly fénykard összecsapás során pedig le is győzte az egykori barátját. Ezzel pedig sikeresen lezárta a Jedi Civil War-t, és a köztársaság így visszabillent az eredeti működésébe, és ezután következett a köztársaságnak így a fénykora időszakot tekintve. Revannak meg még volt további története, neki sem végződött túl jól az egész. Szóval dióhéjban összefoglalva, itt ezt lehet mondani, hogy két barátnak egy ilyen nagy tragédiáját lehet végigkövetni, nagyon sok fordulattal, nagyon komoly történetszállal, nagyon sok kegyetlenséggel, így pedig igazán értékelhetővé válhat így a LEGO erőfeszítés, hogy most az ünnepi figurák közül Darth Malakot is megkapjuk, illetve akinek megvan korábbról a Darth Revan minifigura, az most nagyon örülhet, mivel a két figura az így összetartozik kvázi, és ezzel nagyon szépen ki tudja egészíteni a gyűjteményét, illetve aki most kap észbe, és még meg akarja venni a Darth Revan figurát, ami már azt hiszem 10 éve volt kiadva, az most milyen a zsebébe fog nyúlni, és úgy tudja majd megvásárolni, nyilván, hogyha kell neki. A 100 000 forintos figura kb. Annyiba kerül. És ezzel pedig a videó végéhez is értünk, remélem, hogy tetszett nektek maga a bemutató is, illetve ez a kissé, kevésbé összeszedett történeti áttekintés Darth Malakról. Hogyha igen, akkor lájkoljátok be a videót, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok is fel a csatornára. Mi pedig hamarosan találkozunk egy másik adásban. Sziasztok!